Környezetvédelmi pályázatot indít a Fiatal Családosok Klubja a Zöld Követ Egyesület szakmai támogatásával. A pályázat célja a közoktatásban, köznevelésben dolgozó tanítók, tanárok, óvodapedagógusok, egyéb munkatársak fenntarthatóságért tett munkájának elismerése. Jönnek a részletek Katától és vendégétől. Így van, szép napot kívánok, Irány Nóra a vendégem, a Fiatal Családosok Klubjának alapítója. Jó napot kívánok, jó reggelt! Na, beszélgessünk akkor erről a díjról egy kicsit, ugye fenntarthatóságért tett munkák elismerése. Beszéljünk egy picit erről a munkákról, hogy mi sorolható ide, mit nevezünk ilyen munkának? Igazából minden munkát, amik az iskolában zajlanak, az elkötelezett pedagógusok segítségével, és ebben a munkában mi most már lassan 2 éve benne vagyunk, hiszen a Zöld Követ Egyesülettel és a FICSAK-kal számtalan iskolai programot szerveztünk az elmúlt 2 tanévben, és most jutottunk el oda a kollégáimmal, illetve az önkénteseinkkel, hogy ezt egy díjjal is elismerjük, hiszen kevés szó esik a környezetvédelemről sajnos, illetve a környezeti nevelésről, pedig azt tapasztaltuk itt az elmúlt időszakban, hogy vannak olyan tanárok, akik gyakorlatilag megszállottként űzik ezt a tevékenységet, sokszor a munkaidejük mellett, vagy pedig a tananyagba különböző kreatív módon bele szőve ezt a témát, és hát ugye tudjuk, hogy nem lehet eleget beszélni erről a területről, hogy ez a jövő generációja, a jövő nemzedéke szempontjából rendkívül fontos, hogy a mai fiatalság, a mai gyerekek hogyan nőnek föl, és milyen tudást sajátítanak el ebben a témában. Akkor már meg is van a következő kérdésem lett volna, hogy honnan jött a pályázat ötleted, de ebben már teljesen egyértelmű, hogy miért fontos ez, és honnan jött az ötlet. Milyen tapasztalatok vannak azon a téren, hogy például a környezettudatosságra, erre a témára, hogy egy pedagógus, egy tanár mennyire tud hatni a diákra úgy, hogy az ne kényszer legyen, ne azt érezze a gyerek, hogy ez kötelező, hanem magáinak érezze, és érezze, hogy ez egy fontos dolog, amit képvisel. Így van, ez nagyon jó kérdés, és gyakorlatilag ez a díj, meg ez a pályázat, ez pont azt a célt szolgálja, hogy ezeket a kreatív ötleteket begyűjtsük, és majd megosszuk az embereket a többi pedagógussal, hiszen nagyon nem mindegy, hogy hogyan adja át a tudást egy tanár, és ezért is nagyon fontos, hogy vannak olyan elhivatott pedagógusok, akik ezt gyakorlatilag a saját kútfőből, a saját maguk által kitalált játékos foglalkozások próbálják átadni a gyerekeknek, hiszen tudjuk, hogy az, ami kötelező, az sokszor nem annyira szeretik a gyerekek, és ezért meg egy kicsit unalmas is már az a sok száraz tananyag, amit akár egy matek órán, egy magyar órán, vagy egy történelem órán kapnak, és ezért is nagyon jó, amikor egy tanár, legyen bármilyen területen tanár, beleviszi az adott tantárgyba a környezetvédelmet. Nyilván vannak olyan tantárgyak, amikbe nehéz belevinni, és vannak olyanok, amikben könnyebb, de pont ezt a kreativitást szeretnénk előhozni ezzel a pályázattal, hogy meglássuk azt, hogy az ország különböző területén a tanárok hogyan színesítik az órájukat, és milyen típusú környezeti nevelést adnak át a gyerekeknek. Úgyhogy nagyon izgatottan várjuk, hogy milyen pályázatok fognak beérkezni, és tényleg a célunk az, hogy ezeket majd közkincsé tegyük, és esetleg más tanárok is tudjanak belőle ötleteket nyerni, és profitálni. Kérdezem a másik oldalról, hogy a köznevelésben dolgozóknak mit ad ez a díj, miért fontos ez a pályázat? Egyrészt nagyon fontos, hogy ezzel a díjjal is szeretnénk felhívni a figyelmet a tanárok megbecsülésére és az áldozatos munkájuknak az elismerésére. Tehát ez egyfajta pluszt adhat a tanároknak, illetve a tanári pálya szépségeinek bemutatására. Tehát mi látjuk azt, hogy milyen munkát végeznek a pedagógusok. Nyilván kis civil szervezetként lobbizni természetesen tudunk azért, hogy magasabb fizetésük legyen, illetve azért, hogy jobb munkakörülmények között dolgozhassanak, de azért ugye viszonylag nekünk szűkek a kereteink. Viszont azt gondolom, hogy az ilyen típusú díjak
programokkal, különböző meghirdetett pályázatokkal is nagyon sokat hozzá tudunk tenni azért, hogy egy pedagógusnak nagyobb legyen a megbecsülése és az elismerése. Ezen kívül pedig szeretnénk felhívni a figyelmet a cégek, vagy akár a magánemberek számára is, hogy ajánljanak fel különböző díjakat. Ezeket is várjuk nagyon a következő hónapokban, és hát reméljük, hogy jó sok felajánlott külön díj is össze fog jönni, amit majd át tudunk adni a legjobbaknak, de természetesen mi is komoly pénzjutalmakkal készülünk a legjobb pályázatoknak. Úgyhogy igazából egy nagy kampányt szeretnénk erre felépíteni, felhívva a figyelmet a tanárok megbecsülésére, és természetesen a környezetvédelem fontosságára. Akkor most jöjjön a leglényegesebb kérdés, hogy hogyan, milyen formában is, és kik pályázhatnak erre? Igazából bármilyen közoktatásban dolgozó pedagógus pályázhat, egy kis bemutatkozást szeretnénk kérni mindenkitől, illetve egy kis eszét arra vonatkozóan, hogy mit tesz, mit tett, vagy mit szeretne tenni majd a jövőben a gyerekek környezeti nevelésének érdekében, hogyan viszi ezt be játékosan, minél kreatívabb módon a napi munkában. És egyébként a ficsak.hu oldalunkon minden lényeges információ fönt van. Szeptember végéig lehet pályázni, szerettük volna az egész nyarat meghagyni annak érdekében, hogy minél több idő legyen átgondolni, kidolgozni ezeket a kis pályázatokat, és természetesen ajánlásokat is nagyon szívesen várunk, tehát nem csak a pedagógusok pályázhatnak, hanem a szülők is ajánlhatnak pedagógust. Tehát, hogyha bárki lát a környezetében olyan tanárt, aki rengeteget tett, és látja, hogy megfeszített munkával próbál a környezeti nevelésért tenni a gyerekek felé, akkor természetesen lehet szólni nyár folyamán az érintett pedagógusnak, hogy adja be a pályázatát, tényleg megéri, nem csak a pénzjutalom miatt, hanem majd reméljük, hogy jó sok egyéb külön díj is össze fog jönni, és azért, mert ezzel tudunk tenni azért, hogy Magyarország egy minél fenntarthatóbb, környezettudatosabb ország legyen, azáltal, hogy a gyerekek olyan tudást kapnak ezektől a tanároktól, amit utána későbbiekben a mindennapokban tudnak használni. Még egy nagyon fontos kérdés a végére. Pénzjutalomról beszéltünk, mi az, amit nyerhetnek, mit kaphatnak a pályázattal? Azon kívül, hogy várjuk még ugye a felajánlásokat. Azon kívül ugye 100.000 forint, 50.000 forintos díjakat fogunk majd kiosztani, és hát az az erkölcsi megbecsülés, mert egy nagy díjátadót is szeretnénk majd szervezni október végén, és reméljük, hogy ez a díj egy hagyománnyá válik, és évről évre meg tudjuk majd szervezni, egyre nagyobb és nagyobb kampányt felépítve rá, és hírét vinni a környezetvédelem fontosságának. Várjuk majd akkor is a díjazottakat, és hogy arról is majd hírt fogunk adni, és hát ezennel akkor biztatunk mindenkit arra, hogy hajrá, lehet pályázni, és lehet ajánlatokat tenni, hogy ki legyen a pályázat nyertese. Király Nóra, köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen.